Sziasztok srácok, én Exas vagyok, és itt van velünk Narancs. Sziasztok. És sokan kértétek tényleg live-ban mindenhol, hogy mikor lesz már a hogyan kezd a CMT-ját, és hát most itt a legalapabbakat be is fogjuk nektek mutatni ő Narival, szóval valahogy innen le kéne jönni, csak nem bírok lejönni. Na most. Valami bugos. Ja, nincs beindítva a kocsim, szóljál. De be van indítva. Nem, most nyitottam be. Nálam járt, mentek. Nálam is. Az volt a vicc. Szóval a legelső dolog... Nálam az a pali az... Azt nem láttad, azt a palit? Láttam, de nem figyeltem rá. Nem láttad, hogy az nem is gyalogol, csak kimutogat előre az a stop anima? Igen, nem figyeltem. Aha. Szóval a legelső dolog az az lesz, hogy ide bemegyünk, és megmutatjuk, hogy hol lehet skint venni. Ugye a legelső dolog mindenki, hogy hol lehet ruhát választani. Lehet ilyen bandát a fejedre, meg ilyen hülyeségeket venni. Ami igazából kettőt tudsz venni, a többi az PP-s lesz. És nem ide... PP-s lesz, hanem a hát, kiegészítő lesz PP-s. Igen, igen, Fager igen. Fegyver nem tudsz bemenni. Ezt tudom. 1000 PP lesz, hogy továbbá slotot vegyél. Amit mondjuk nem értek, hogy a kocsiszot 100, viszont az ilyen ruha meg, vagy kiegészítő az meg 1000. Szóval ide feljöttük az emeletre, ez ugye a PD mellett van, gondolom mindenki meg fogja ismerni. Ide feljöttük az emeletre, elfordultok jobbra, és itt vannak a férfi ruhák, a női ruhák és a kiegészítők. Egy párat bemutatok nektek a férfiből, hogy mik is találhatóak itt. Most gyorsan véglapozunk rajta. Ez nem is a legfontosabb, csak hogy van ilyen lehetőség is, szóval ha valaki rossz skint választott az elején, azt hiszem az elején kell skint választani, akkor itt tud. Na szóval itt ennyi. És a következő pedig az a városháza lesz, ahol tudtok magatoknak személyt, illetve útlevelet csináltatni, ami ugye fontos, mert ha elkap titeket a rendőrség vagy valami, akkor bizony azt el fogja kérni. Meg. Jó, jön a Nari is. Megvárjuk. Az ugye itt van konkrétan mellette, szóval a gyalog nem nagy táv. Szóval, hogyha le van járva a személyigazolványotok, azt érdemes meghosszabbítani, meg, mert hogyha például, hogy én is megállítok titeket, és le van járva a személy, az igazából érvénytelen. Meg... A személyigazolvány minősős az pénzbírságot van maga után, és 150 vagy 250 dollár a személy, és te fizetsz érte 2000-et, ha elkap a rendőrség, szóval megéri. Meg ami fontos, ami még fontosabb, hogyha például vásárolsz magadnak másik skint, akkor ugyanúgy újítsd meg a személyt, mert az viszont okirathamisítás vagy mi? Igen, hogyha nem a te képed van rajta. Az igen. Meg jelen jár, meg már több 10 000 dollárnyi büntetéssel is. Szóval, ha másik ruhát veszel fel, mindig gyere ide vissza, és a személyigazolványodat, meg mindent újítsál meg. Ami igazából nem drága, 1000 dollárról meg van minden. A jogosítványnál, hogyha váltasz nevet, meg skint, akkor úgy kell csináld a jogosítványt. Mivel a név az ugyanúgy ott marad, és csak a... még a skint se módosítja úgy. Szóval ehhez az NPC-hez bejöttök, toltok rá jobb klikket, itt van személyigazolvány, és az útlevelet is váltsátok ki, mert azt hiszem anélkül, hogy átmész a határon és nincs nálad, akkor viszont a NAV az közbe szól. Ja, meg mutasd meg az inventory-t, hogy hogy lehet megújítani a személy. És 75 dollár a személy. És igen. És fizetsz érte 1500-at, azt hiszem. Ide rámentek erre a kis, nem tudom mire. Itt egy fegyverengedély, amit nem újítok meg, mert az drága. Itt van a jogosítványt, azt megújítom. Megújítjuk a jogosítványt. Ez kész is van. És újítsuk meg még az útlevelet. Ja, azt nem kell megújítani. Az jó. Okay. Jó. A személyt viszont meg kell, 75 dollár, nem a legtöbb, de hát ennyi. Inkább 1500, hát, 75, vagy nem, inkább 70, mint 1500. 1500, igen. Gyertek, szóval megmutatjuk az ingatlanos devizet is, hogy... Az a másik szárnyban van, nem? Hát az itt van, tehát szóval igazából itt lehet bejelenteni az ingatlant, hogyha nem jelented be. Akkor elveszik. Akkor, hát nem, hát kitörlik. Kitörlik, ja. Igazából el. Hát konkrétan... Hát nem, elvenni nem veszik el, csak kitörlik, csak mert a neved, jó, ja. Ide rámentek a Dezsőre. Nekem be van jelentve az ingatlanom, szóval hogyha vesztek egy garázs például, akkor egy hónapotok van, és hiszem kereken egy hónapotok bejelenteni.
Úgy tudom. Most beszélek ugye, de ezt te látod amúgy ezt az ízt? Igen, látom, jó napot szeretnék bejelenteni, 200 dollár kérek, szóval nem is a legtöbb. Ja, és hiába bármennyi ingatlanod van. Vagy nem. Ja nem, butaság, mondtam 200 dollár 200 darab. Per darab, igen, igen, igen. Én nem megvárlak a kocsinál. Jó, hát igazából már kész. Ja. Szóval még most tényleg az ilyen nagyon alapvető dolgokat mutatjuk be nektek. Igazából. Gyógyszert, ilyen alap dolgokat, kaját, hol tudtok venni, mert ugye ezek nagy... De várj, munkát is itt lehet felvenni, nem? A másik szányba. Igen, a másik szányba tudsz felvenni munkát. Szóval munkát is fel kell vegyetek, mert azt nem fogják hozzátok dobni. Szóval azt is nektek kell felvennetek, szóval most oda még átmegyünk. Igazából csak áttolatunk. Hát ja. Na, én meg kiszállok a kocsiból véletlen. Szóval oda gyorsan át is tolatunk. Így ide. Leállunk. Beszítem nekem, jössz. Lesállítom a kocsit, hanem gyorsan beszaladok. Így miért kérdeznétek chatben, hogy melyik munka ér meg a legjobban, most jelenleg az áruszállító. Tolok is a felmondást. Éri meg a legjobban. És itt van egy somó, minden van. De szerintem az áruszállító, nem találok, hogy hol van, itt van áruszállító munka felvétele, ennyi. És igazából most nem fogunk elmenni oda, de itt tudjátok felvenni, ilyen sárga kis, itt van munkajármű igényre, és hogyha megnyomjátok az F11-et, és ráhúzzátok a jelet, vagyis a kurzorotokat, akkor kiírja. Meg esetben is fel lehet venni, ugyanezzel az ikonnal jelöli. És a fuvaratokat pedig egy zöld pöttyel fogja jelölni, hogyha minden igaz, és oda kell elvinni. De ezt mindig ki fogja nektek írni chaten. És azt hiszem valami 2500-3000 között fizet ez a munka? 2500 fizet itt V3-on, Elvin fizet 2000 fölött, most pontos nem tudok mondani, de jó a többet. Most viszont elmegyünk és megmutatjuk, hol lehet megjavítatni a kocsitokat, hogyha például be van törve, persze ez nem ingyenes, ez kocsitól függ, illetve a kocsi kategóriától függ, hogy mennyibe kerül. De meg tudjátok ti is nézni az árakat, szóval nem is tudod magadat átverni, ha nem meg nem is fognak. Szerelőbe. Hát, ja. Engem még nem vertek át, bár mondjuk érdekes módon a M3-at éjszaka azt mondta, hogy duplára a pali, a másik meg azt mondta, hogy nincsen. Újt meg trafiznak, hoppá. Hát nem tudom, nekem voltak érdekes dolgok. Itt tudjátok. Szerelni, aján? Aztán 2500 dollár volt, eljöttem visszaszerelni már. 6000-ban mennyit kértek. Az igen. Én ide nem állok be, ez a lassú sáv ugye. Itt nem engedik előre az embereket. Itt olcsóbb a szerelés. Ide meg általában a rendőrök, mentősök állnak be. Itt viszont azt hiszem plusz 10000, hogy gyorsabban megengedjenek. 20000. És van az olcsóbbik, ugye az a Fix and Drive. Oda most nem fogunk kimenni, de itt térképen megmutatom nektek, hogy az itt található, azt hiszem. Itt van, itt jelzi, szerelőtelep. Mert ugye úgy van, hogy van a szerelő láda. Ami ugye 15000 dollár. És az instant fix, szóval benyomod és kész. Az instant megjavít az autódat, de viszont 30-as. 30-as trafi? Hát gondolom, mert itt 30-al lett amúgy csak. Én 38-al jöttem. Most elmegyünk az északi benzinkútra, még azt megmutatjuk, hogy ott is lehet. Hát én 38-al jöttem, de most már nyomom nem, neki. Nem, 50-es amúgy. Akkor jó. És így mondtam. Szóval északi benzinkúton nem lehet se gyógyszert venni, se evüsdobozt, de viszont mellette van egy kisbolt, ahol tudtok venni. Hagyd az enyémet, értes meg. Ja. Elmegyek oda is, Gyuki. Jó, az még nincs meg. Szóval itt ebbe a boltba tudtok gyógyszert venni, meg stb. Itt viszont csak tankolni, meg kaját. Azt hiszem, sőt, még kaját se lehet itt venni, ha jól kaját tudom. Nem lehet venni. Itt konkrétan ez csak arra jó, hogy itt tankoljál, és... Itt van, van itt van a kocsim. Mi az a HB07-es? Ja. És ha minden... Fortika? Aha. Ha minden igaz, itt lesz egy boltja narancsnak. Ez itt jobbra, itt vagy balra. Ez itt, amire nézek. Még menjünk el a déli benzinkútra, ahol igazából tudtok venni mindent magatoknak, gyógyszert, EÜS-doboz, tényleg minden, mint a búcsúba. És ami fontos, hogyha vesztek egy kocsit, mindegy, most az nem kocsitól függ, akár BMW, akár Lada, ami fontos, hogy EÜS-dobozt vegyetek, 200 dollár azt hiszem a délin, de viszont azért is büntet a PD, hogyha nincsen benne a csomagtartótokba. Így van, mindenért büntet. Illetve, hogyha nagyon kezdők vagytok, akkor tényleg ez ugye arra alapul a szervel, hogy
konkrétan ugyanaz legyen, mint a valóságban, jó, nem minden ugyanaz, de törekedni kell arra. Szóval a piros lámpán például nem mehettek át, mert azért viszont az admin G lesz be, vagy hogyha látja a rendőrség, akkor titeket szívesen megkerget azért, hogy... Így van, IMV, KV, KTM, stb. Stb. Ilyen kor, ja. Ja, ja. Viszont, de... extra ez a neon van a gépjárműdön? Nincs, ezen nincs. Nincs, jól van. A neon az 8000, a lámpa 2000, csak gondoltam, 2000, hogy ja. Van egy ladátok, nem ajánlatos elrakni neont, mert hogyha észrevesszük, vagy ha nincs is felkapcsolva, de a forgalomban benne van, mivel benne van, hogyha van rajta, azt viszont csúnyán ott tud büntetni, mert ja, az 8000 dollár a neon. Ja. Szóval nem hiszem, hogy megéri most, nem a ladát szeretném minősíteni, mert jó autó amúgy, de nem éri meg egy olyan alsó kategóriás autóra neont rakni, hisz mondom még egyszer 8000 dollár a neon, 2000 a lámpa. A lámpa van, még van úgy megéri nagyjából. Van Xenon vagy Xenon, ki hogy mondja, a lámpa. Nagyon nehéz azt betalálni, hogy pontosan olyan legyen. Sokat hát igen. Azt mondják, hogy az, de nem az. Én ezért is tartottam ott, hogy nem rakok rá Xenon, mert általában mindig megállított érte rendőr, és mondom, akkor rárakom a piros fényszorót, aztán azért meg is állíthat. Mert hiába volt annyira, konkrétan nem is volt kék már a fényszórom, de megállított a rendőrség is ott. Így mondtam, hogy jó, akkor megy bele a piros lámpa, aztán kész. Zöld a lámpa. és itt van a déli benzinkút, ahol igazából lehet tankolni, tudtok venni magatoknak gyógyszert, ezüstdobozt, mindent tudtok itt venni. Be is megyünk, megmutatom nektek. Aztán ez lesz itt az utolsó megállónk, és a többit a következő részben fogjuk nektek megmutatni, ahol ugyanis ti már valószínűleg összeszedtetek magatoknak egy kis pénzt. Amit én ajánlok kezdő tőke, hogy ti elkezdjetek a munkával leállni, az egy ilyen 150-200 ezer. És én azt számom nektek, hogy amíg nem megy fel az M6 ára, addig kereskedjetek M6-tal. Megveszitek olcsón és továbbadjátok. És ezt az előző videómban, ami valószínűleg ezelőtt fog kikerülni, egy M6 speed test, elmondtam, hogy 5-6 venomos M6-ot vegyetek, az alatt ne, mert nem nagyon lehet eladni. Szóval egy olyan 200 ezer alap tőke elegendő lesz nektek a kereskedésre. Onnantól kezdve nem muszáj dolgoznotok, hanem kereskedhettek is. Szóval itt tudtok venni vitamint, kutyatápot, ha lenne kutyátok, ugye az PP-s ütem, úgy tudom. Mi a? És kutya, kutya? Aha. Hát vagy... igen, de lehet venni. Hát arra még úgy lesz pénzetek, hogyha nem PP-ztek, mert az nem egy legolcsóbb dolog. Meg felesleges szerintem. Szerintem is. Nekem még most is felesleges, pedig én már játszok egy ideje a szerven. Gyógyszer ugye jó, hogyha lemegy a HP-t. És hogyha el van törve a kezed, akkor viszont a mentőhöz kell bemenni, ami itt talál... Opa, bocs. Hey, meg fog ölni a kutya! Az meg. Nem akartam... Hát, ügyes vagy, fiam. Nem akartam megütni. Bocsi, embetűt elfejtettem nyomni. Szóval az itt található, itt van a kórház. De itt igazából ráhúzzátok mindenhova az a kurzorokat is kiírja. Na hát, Narina, köszönöm szépen, hogy segített nekem, és hát, egy itt volt. Hát igazán nincs itt a nagy segítséget. Hát azért te is elmondtál pár szemszöget. Az RP-szituációk majd, hogy mi mire való, meg ezek a dolgok. Igen. Tabályok, hogy be tudjatok regisztrálni, és erre most kezdve a játékot. Hát Tira... szerintem olyan nem nagyon van, aki hát, most kezdené el. Mert... Hogyha lesz is, mert azért ezt oké, hogy bemutatjuk, de ez már amikor már szerben van, és amikor fel szeretne rotyogni a szerver, az bedobja elő az RP szituáció panelt, akkor... Hát ugye, ja. Regisztrációs panel, bocsánat. Erre mondjuk nem is gondoltam, hogy van olyan, aki például még el se kezdte, mert általában olyat találtam, hogy segíts már, hogyan kereskedj, stb. Mi hol van. Hát így. Általában ilyen üzenetek jönnek, de például, hogyha ti még nem jöttetek fel a szerverre és kedvet kaptok, hogy elkezdjétek, akkor viszont várom a kommentbe azt, hogy mutassátok már meg, hogy például mi ez a perdu, permi, stb. Mert ilyeneket fog kérdezni tőletek, mikor feljöttök és beregisztráltok. Szóval tényleg srácok, hogyha van ilyen ember, aki most jár először a szerveren, hogyha most szeretne feljönni, akkor tényleg írja meg kommentbe, hogy ő szeretne ilyen videót, hogy hogyan is kell konkrétan beregisztrálni, mert ugye ezeket kéri az RP szabályokat, mi az az RK, stb. Szóval tényleg én azért megköszönöm, mert jobb volt így felvenni a videót, mint egyedül. És hát ja, srácok, nektek sok sikert a szerveren, tényleg valamiben segítségkel írjatok kommentbe, persze nem olyan, hogy agyápészt, mert az egyértelműen nem így működik. És ja, sziasztok srácok! Sziasztok, ciao. I'm gonna turn around and take what's mine.